13 milliárd forintos éves árbevétel, speciális saját fejlesztésű kábelek az Elba felett. Több tízezer forintba is kerülhet a fagy, elfagyott vízórák a figyelmetlenség miatt. Színpompás madarak Miskolc Tapolcán idén csak nem 100-an telelnek a csónakázó tavon. 18 óra jó estét kívánok, január 9-én szerdán híradónkat látják, jönnek a részletek. Eddigi legnagyobb 13 milliárd forintos éves árbevételét produkálta a Fuchs Zrt. A 27 éves cég stabil szereplője az európai kábelpiacnak, jelenleg több mint 20 országba szállít. Speciális, saját fejlesztésű kábeleikkel egy olyan projekthez csatlakozhattak, amiből az egész világon csak nagyon kevés van. Ennek is köszönhető a jelentős árbevétel növekedés. Itt termelődik ezen a területen a hatalmas nagy zöld energia. Egy speciális ötvözött alumínium vezetéket gyártott le a cég 4 évvel ezelőtt. Így egy olyan fejlesztéshez csatlakozhattak, amiből az egész világban nagyon kevés van. Az Elba torkolatánál 227 méteres tartótornyot építettek. Az Elba folyót kellett áthidalniuk, ahol a két feszítő oszlop csaknem 2 kilométerre van egymástól. Szokványos esetben a távolság 400 méter. Nagyon extrém körülményeket kell kibírnia ennek a vezetéknek. A nagy feszítőtávolság miatt rendkívül nagy a súlya. Plusz a szabványok még előírnak szélterhelést, jégterhelést, mindenféle plusz dolgot, amit számításba kell venni. Ezt mind ki kell bírni a vezetéknek, mindenféle üzemzavar nélkül odafent a magasban. Tehát a maga a szilárdságának már eleve egy extrém nagy értéknek kell lennie. A nap- és szélenergia parkok által termelt villamos energiát szállítják a miskolci vezetékeken. A magasságok is extrémek voltak, mindenről tavaly nyáron számolt be a cég. Ennek a speciális kábelnek és a németországi tendereknek is köszönhető, hogy 2017-hez képest több mint 5 milliárd forinttal növelték éves árbevételüket. Ez 13 milliárd forint fölötti bevételt jelent egy 200 fős közepes miskolci termelőcégnél, és ennek a zöme 80%-a, 85%-a export. És minket az export visz tulajdonképpen, és ezt az évet is, a 18-at is az export vitte, és a jövő években is, 19-ben, 20-ban is ez várhatóan tovább fog fokozódni. Ennek az oka az, hogy a Fuchs elindult több évvel ezelőtt olyan tender versenytárgyalásokon Németországban és Ausztriában, amiket most nyertünk meg folyamatosan. Barkóc István elmondta azt is, hogy az idén folytatják a modernizációt. Új gépekre cserélik a régieket, amelyekkel még a tavainál is jobb eredményre, nagyobb árbevételre számítanak. 660 ezer látogató, fejlesztések és elismerések. Miskolc strandjai tavaly jó évet zártak. A Miskolc Tapolcai strandfürdő a helyiek kedvenc fürdője kategóriában a második lett, a barlangfürdő pedig az évfürdője versenyen a 8. helyen végzett. A strand beruházások idén még tovább folytatódnak. Május végén vízi ágyúk, óriási virág, vízköpő zsiráf és színpompás hal is került a Miskolc-Tapolcai strand családi medencéjébe. A Selyemréti strandfürdő július elején felújításának 5. évfordulóját 2 napos bulival ünnepelte. A barlangfürdőben pedig ugyanebben a hónapban medencés parti, kocsmakaják, csapolt miskolci sörök várták a fürdőzőket. Egy 13 perces utazáson fogunk részt venni. Nem csak nappal, de éjszaka is lehetett fürdeni mindhárom strandon a fürdők éjszakáján. Programokból szinte egész nyáron válogathattak a strandkedvelők. A turisztikai Kft. Ügyvezetője szerint többek között ez az egyik titka, hogy a 3 miskolci strandot tavaly 10%-kal többen keresték fel, mint az előző évben. Nagyon jó évet zártunk, több mint 660 ezer látogató volt a 3 fürdőben, ez azt hiszem, hogy már egy nagyon szép számnak mondható. Természetesen még mindig a kiemelt szerepet és a zászlóshajó szerepét a barlangfürdő látja el, hiszen itt egész évben nyitva tartunk, egész évben várjuk különböző szolgáltatásokkal a vendégeket, úgyhogy a legnagyobb létszám közel 380 ezer látogató a barlangfürdőben volt. November 1-e óta zárva a Selyemréti strand. Taús beruházásban 1,7 milliárd forintból újítják fel. 50 méteres medence épül a régi 90 éves helyére,
és új gépészeti egység is tartozik majd hozzá. A főépület teteje már elkészült. Új cserépfedést kapott, és az utcai homlokzatot is lefestették. A második emeleten gyermeköltözőket alakítanak ki. Várhatóan április végére, a strandszezon kezdetére befejeződnek a munkák. Kezdődik a Miskolc-Tapolcai élményfürdő bővítése is. Átadták a munkaterületet a kivitelezőnek, ezzel együtt változik a fürdő melletti parkolás rendje. 2019-2020 során csaknem 13 milliárd forintból épül meg a strand második üteme. Átadták a területet a nyertes kivitelezőnek. A munkaterületen van a jelenlegi strand parkolója is, így azt január 14-től már nem lehet használni. Az új parkoló a meglévő fürdő területén lesz, az aradi sétány Görömbölyi utca sarkán. A Görömbölyi utcáról lehet majd behajtani. A munka előre haladtával később az aradi sétányt is lezárják. Először a gépjármű, majd várhatóan tavasszal már a gyalogos forgalom elől is. 2019-2020 során Miskolcon épül meg az ország egyik legnagyobb wellness központja, csaknem 13 milliárd forintból. A beruházás a Miskolc-Tapolcai strand fejlesztésének második üteme. A fürdőkomplexumban 8 beltéri és 2 kültéri medence lesz. Az új létesítmény szerves egységet alkot majd a strandfürdő 2015-ben átadott első ütemével. A valósággá vált álom beruházás a nemzetközi fürdővilág elitjébe emeli Miskolc-Tapolca nevét, és egyedülálló kínálata lesz a magyarországi turizmusnak. Több 10 000 forintba is kerülhet a fagy. Nagy hidegben volt olyan, hogy naponta csaknem 10 vízóra fagyott el Miskolcon. A Mi Víz is rendszeresen felhívja a figyelmet a vízórák védelmére, az ugyanis a lakosság feladata és a fagy miatti óracsere költsége is a fogyasztókat terhelik. De nem csak a vízóra cseréje, hanem az így elfolyt víz díja is komoly anyagi megterhelést jelent. Az elfagyás következtében ez teljesen szilánkokra tört, és természetesen a belső mechanikája is tönkrement, mert ezt mind-mind szétrepeszti a fagy. Még most sem árt ellenőrizni a kinti vízórákat. Volt olyan tél, hogy naponta 10 vízóra fagyott el Miskolcon, és több mint 1000 köbméter víz folyt el. A károkat és az elpazarolt vizet is a tulajdonosnak kell kifizetnie, pedig az elfagyás megelőzhető, például az akna fedlap szigetelésével. Hiszen alatta egy légüres térben található a vízvezeték és a vízóra, aki még ettől is jobban szeretné védeni, mert ez függ ugye az akna kialakításától is. Ahol szükséges, ott magát az óratestet, vezetéket az aknában szintén célszerű körbetekerni valamilyen rongyal. Viszont mindenféleképpen úgy kell ezt megoldani, hogy leolvasásokkor ez eltávolítható legyen. Idén még nem érkezett bejelentés elfagyott vízórákról, de a tapasztalatok szerint sokan csak hónapokkal később veszik észre, hogy elfagyott a vízóra. Megint rossz a levegő minősége, Putnokon veszélyes. Több városban, köztük Miskolcon és Sajó-Szentpéteren kifogásolt a levegő minősége. Ilyenkor nem ajánlott hosszú időt tölteni a szabadban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ környezetünk és egészségünk megóvása érdekében azt kéri, mindenki kerülje a helytelen fűtési módok alkalmazását. Mandarin és tőkésrécék, hattyú és egy különleges kacsaféle is vendége a Miskolc-Tapolcai csónakázótónak. A tó üzemeltetője azt mondta, a vízimadarak minden évben megjelennek, amikor a környékbeli tavak már befagynak. Idén csaknem 100-an telelnek itt. Ez a tojó itt. Ők igen szeretik a kukoricát. Egy fél vödör kukoricát szór ki naponta a csónakázótó madarainak Fekete György. Nem csak a vízimadaraknak, de a rigóknak is jut, aki tette le múzsiából. A tőkésrécék, a bütykös hattyú és a mandarinrécék is jól megférnek egymás mellett a tavon és a kis szigeten. De vitathatatlan, hogy a legtöbb látogatót a színpompás gácsérok vonzzák a tapolcai csónakázótóhoz. Ezek gyönyörű madarak, veszélyeztetett madarak, védettek, kedvelik a erdő környezetbe levő tavakat, egész magas odukba is költenek, 8-9 méter magasan is, mert olyan körmei vannak, hogy szépen tud mászni a fán. Veszélyes rájuk a nyest, meg a görény. Fekete György azt is elmondta, hogy már tudja, hogy melyik a vendégmadár és melyik az állandó lakó.
mert amikor megjelenik a tó körül a kukoricás vödörrel, az idegenek elrepülnek, az itthoniak pedig várják az ennivalót. Idén itt vendégeskedik egy fekete-fehér színű kacsaféle is, amelynek neve egyelőre ismeretlen az üzemeltető előtt is. Nem csak a miskolctapolcai csónakázótó, de nyáron a színva kristálytiszta vize is már több madárfajnak a legfőbb táplálékforrása, sőt költőhelye. A patak sokat tisztult a korábbi évtizedekhez képest, sok benne az apró hal és a béka is. Így egyre több vízimadár száll le vagy fészkel a városban kanyargó pataknál. Kacsák, gőték, kócsagok és gólyák is egyre többen vannak a vízben. Gyetván is kikapott szlovák ellenfelétől a DVTK jégkorong csapata. A rendes játékidő 1-1-es döntetlene után a hosszabbítás nem hozott gólt, így a büntetők döntöttek, és a maratoni párbaj végén Gyetva csapatái lett a pluszpont. Két forduló felcserélése miatt bár pénteken Miskolcon találkoztak a felek, kedden újra összemérte erejét a Gyetva és a DVTK Jegesmedvék. Pénteken a Népkertben egy nagyon kiegyensúlyozott mérkőzést láthatott a publikum, de a sérülésektől, betegségtől sújtott és MK elődöntőt is teljesítő Medvék 2-1-es vereséget szenvedtek. A kedden idegenben, piros mezben pályára lépő miskolci együttes első zicserét Magosi lövése jelentette, majd szintén az első harmadban Galanis és Kurmala járt a közel a gólszerzéshez egy emberelőnyös szituációban. De nem unatkozott a Macik válogatott kapusa sem, már csak 7 perc volt hátra a mérkőzésből, amikor emberelőnyből Kulmala vette be a hazai kaput. Bár kettős ember hátrányt is kivédekeztek a Medvék, de 39 másodperccel a vége előtt sikerült begyömöszölni a korongot a miskolci kapuba, amit csak hosszas videózás után adtak meg a játékvezetők, mert látszik a támadó rugó mozdulata, ám az ítélet szerint még más is hozzáért, így megadták a gólt. Majd maratoni büntetőpárbaj döntött, amit a 12. körben a hazaiak nyertek meg, de még ennek megítélését is komoly tanácskozás előzte meg. Így a Gyetva 2, a Jegesmedvék pedig 1 ponttal zárt. Iradunk végén 2 sporthír. Eldőlt, hogy Miskolcon a Népkerti csarnokban rendezik meg a Magyar Kupa bronzmérkőzést. A DVTK Jegesmedvék FTC találkozó január 22-én este 17:30-kor kezdődik. A női kosárlabda Magyar Kupa 8-as döntőjének pedig a Győr ad otthont. Az Aluinven DVTK március 1-én a Peac Pécs ellen lép majd pályára. 13 milliárd forintos árbevétel, speciális saját fejlesztésű kábelek az Elba felett. Több 10 000 forintba is kerülhet a fagy, elfagyott vízórák a figyelmetlenség miatt. Színpompás madarak Miskolc Tapolcán idén csak nem 100-an telelnek a csónakázó tavon. Már csak pár nap és megszűnik a fagy, erősödik a nappali felmelegedés, a hétvégéig azonban még havazásra kell számítani. Az időjárásról bővebben híradunk után. A mina.hu-n riportjainkat újra nézhetik, várjuk észrevételeiket, írjanak nekünk az info@mikon.hu e-mail címre. Híradóval legközelebb holnap este 6 órakor is várjuk Önöket. Kollégáim nevében köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!